A Molnár már péntek reggelre, a nagyobb hálózatoknál pedig hét elejére sikerült átállni a rendeletmódosítás hozta új rendszerre. Igaz, az átállás nem volt zökkenőmentes, de most már a kutak többségében szoftveresen alkalmasak a rendszerek arra, hogy ugyanazt az üzemanyagot kétféle áron értékesítsék a külföldi és a magyar autósoknak. Ugyanakkor a kisebb hálózatokhoz tartozó benzinkutakon még mindig adódhatnak problémák az új rendszerrel. Vannak olyan kutak, akik tegnap, illetve akár még a mai nap folyamán is ilyen technikai okok miatt nem tudnak üzemanyagot értékesíteni, vagy egyáltalán nincsenek nyitva, vagy csak a shop tart nyitva a vásárlók részére. Ezeknek a kutaknak 100 fölött lehet a száma az országban, melyek jelenleg nem tudnak jogszerűen üzemanyagot értékesíteni. Ugyanakkor nem csak a technikai átállás hozott problémákat az új rendelet kapcsán, hiszen a bonyolultabb fizetési procedúra sok feszültséget szül, mely a legtöbb esetben a kutasokon csattan. Az biztos, hogy az atrocitások száma és a vásárlóknak a viselkedése az... sokszor a nyomdafestéket nem tűr, tehát tudunk már rongálásról, tudunk olyan külföldi tankolóról, aki rendőrt hívott a kútra, mert miért nem tud hatósági áron tankolni külföldi rendszámmal. Egyre több elhajtásról lehet hallani, tehát azért azt kell látni, hogy ha valaki teletankol, akkor nagyjából 10 000 forint jelenleg a különbség a teletank teljes összege, hogyha piaci áron tankolja, és a hatósági áras árközötti teletank között. Így ha valaki adott esetben otthon hagyja a forgalmiát, akár ennyivel is többet fizethet a benzinkúton, már ha egyáltalán találott üzemanyagot. Az elmúlt napokban ugyanis országszerte több helyen, így Székesfehérváron is üzemanyag hiányra figyelhettek fel az autósok, ám a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint ez nem a mostani rendeletmódosítással, sokkal inkább a hónapok óta tartó ellátási problémákkal magyarázható. Ráadásul a nyári időszak kezdetével indulnak majd a mezőgazdasági munkák, és belendül a turizmus is, ez pedig majd növeli a keresletet. Így könnyen előfordulhat, hogy az autósok nem tudnak majd rögtön az első kúton tankolni, mert ott egész egyszerűen nem lesz üzemanyag. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.